Egy játszótérnyi középkorra bukkanhatunk mától Kolozsváron. A Farkas utcai templom szomszédságában egy hagyományőrző csapat tagjai, vásárosok és vitézek mindennapjait élik. Napon szárad a frissen merített papír készül a kovácsolt vasszág a Farkas utcában, a Kincsesváros torony nélküli nevezetes gótikus templomának az árnyékában. A kolozsvári magyar napokon idén is élhetünk az időutazás lehetőségével, a Farkas utcai templom mellett a Romkertbe lépve a középkori tárgyak és mesteremberek társaságába csöppenünk. Az egykor népszerűtlen büntetőeszközök, mint a kalóda és a szégyenketrec mára a vállalkozó kedvű gyerekek kedvencévé váltak. A gyerekek a gyertyamerítéstől a fafaragásig és ékszerkészítésig, illetve a korban elmaradhatatlan kartforgatásig többféle korabeli mesterséget is kipróbálhatnak. Sok mindent kipróbáltam, a hangszereket, meg a páncélokat, és még sok kézműves dolgot, és nagyon tetszettek, mert olyan érdekesek, és nem is tudtam, hogy így is lehet dolgokat. A legkisebbek körhintából nézik a pörgő játszótérnyi középkort, ahol vasárnapig az egykori vásárosok világát élethűen tükrözve zajlanak a mindennapi tevékenységek. Amikor a vitézek összeszólalkoznak, akkor egyszer csak elővesztek vasakat, és akkor faragják egymást gondosan a kardokkal. Tehát nincsenek külön időpontjaink, egész nap zajlik a program 10 órától egészen este 6-ig. A hangulat megidézésében a zenészek is fontos szerepet játszanak. Ők is csatlakoznak majd pénteken ahhoz az ünnepi felvonuláshoz, amely 18 órától a Farkas utcai templom elől indul a főtérre. Az eseményen Kolozsvár városi rangra emelésének 700. évfordulóját ünneplik.